Budapest közel 20 éve küzd komoly nőgyógyászati betegséggel, Polgár Tünde, ugyanis a fia, Dani születése után kiderült, miomái, azaz jó indulatú daganatai vannak. Ez nem csak fizikálisan, érzelmileg is megterhelő volt a feleségek luxus kivitelben sztárjának, akinek a betegség következményeit is el kellett fogadnia. Dani születése után vették észre az elsőt, később már 4 volt, most pedig 3 kezdte lapunknak Tünde. Amikor kiderült, hogy baj van, életmódot váltottam, sportolni kezdtem, sőt amennyire lehet, még a stressz is kikerült az életemből, ám ez sem volt elég. Hormongyógyszereket szedtem 8 éven át, ettől hangulatingadozásaim voltak, hullott a hajam, és bőrbetegséget is okozott. Nem kevés mellékhatása volt, de legalább a miomák nem növekednek tovább Tünde férjének, Árpádnak, aki a Polgár Galéria és aukciós ház tulajdonosa. Korábbi házasságából már van gyermeke, ám közös fiúknak, Daninak is szerettek volna kis testvért. Ez azonban nem olyan egyszerű, így jó lett volna, ha lesz még egy gyermekünk, de így hozta a sors. El kellett fogadnom. Természetes úton már nem lehet, folytatta Tünde, és felidézte, más megoldásban gondolkodtak. Nem voltak feltételeink az örökbefogadással kapcsolatban, se a kora, se a neme nem számított volna. Amikor történt Haitin a katasztrófa, és ott sok kisgyerek lett tárva, erősen éreztem, szeretnék még egy gyermeket, emlékezett vissza Tünde. Utána néztünk, mi ennek a menete, és rájöttünk, milyen kemény bürokratikus út vezet odáig, amit nem bírnánk végigcsinálni. Bevallom, volt bennem félsz amiatt, mi van, ha nem tudom őt szeretni. Máig sokszor feljön a téma, de végül elhessegetjük. Néha gondolok arra is, a természet döntése volt, hogy nem lehetek újra várandós, és ez maradjon így, mondta Tünde, aki tavaly, a Viasat 3 műsorában beszélt először betegségéről. A mai napig tabuként kezeljük ezeket a betegségeket, pedig nem szabadna. Ahogy mondják, nőkről deréktól lefelé nem beszélünk, ezért a problémákról is illik hallgatni, jegyezte meg a Reality Star. Nekem sok segítségem volt a családomból, most én is szeretnék másoknak támaszt nyújtani. A mióma jelei: a mióma a méh izomfalát alkotó sima izomsejtekből kiinduló, tokkal körülvet jó indulatú daganat. Néhány milliméterestől akár dinnye nagyságúig is terjedhet. Tünetei: nyomásérzés a hasban, erős alhasi görcsök, fájdalmas havi vérzések, hányinger, haspufadás, székrekedés, vetélés, termékenységi problémák.